És üdvözlök mindenkit, én Szoly vagyok, ezt mi mind láthatjátok a Sims 3-ban is a Rock'n'Roll nevezetű sorozatomnak egy következő része epizód, akinek már egy kifejezést tetszik a legjobban. És köszöntök szépen mindenkit, különösképpen a csajokat, a lányokat, a hölgyeket, a nőket és az asszonyokat eme videó alkalmával is. Nos, új családtaggal bővült, mi kis Stelli családunk. Molly, Holly, az nem tudom, hogy az most hova megy. De azt mondta, hogy én most hazatér. Úgyhogy én most szépen most őt követem. Mert én erre most kíváncsi vagyok. Ugye Holly az itt lakott. De elvileg ugye most beköltözött hozzánk. Elvileg. Mondjuk eléggé furcsa és színe van ennek a háznak, de mindegy, mondjuk jó nagy. Ez tény. Most gondolkodóba estem. Mondjuk csak meg egy pillanatot. Egy kétszobás házban éltek eddig Stanleyék, ugye Sarah-val. Át tudunk mi ide költözni? Tehát ez még mi? Ez még Holly-nak a teritoriuma? Mert hogyha igen, akkor ide át kéne költözni. Akkor nem kell itt szórakozni ezzel. Ezzel az egésszel. Na mindegy, meglátjuk. Meglátjuk majd, hogy ez hogyan is működik itt a játékban. Mondjuk Jamesnek annyi ideje van, mint minden. És az lesz. Kell ez a számítógép. Vegyen egy másik otthont. Na ezt abba hagyjuk. Na, oda szépen beültünk. És akkor... Válaszk az új otthonként megvásárolandó telket. Ezt nem tudom ugye megvásárolni. Aha. Ezek szerint ez is most már a miénk? Előfordulhat amúgy. Tehát nem hülyeség amúgy. De hát akkor... Mit szórakozunk itt ebben hárman, ebben a kis lakásban? Hát akkor költözzünk át. Fogjuk magunkat és húzzunk el innen akkor. Szórakozunk itt. Aha! Na várjunk csak. Ezt most meg kell néznem. A családodnak nincs elég pénze a kiválasztott privát telek megvásárlásához. Azért, mert ez 388 ezer. Aha! Oh. Ba-nyek. Ó, ba-nyek. Az úgy eléggé gázos. Jó, akkor ez bukta. Akkor inkább go home ide, haza. És akkor az lesz, hogy. James. Te fogd magad, és gyere ide, és tarts autogramosztogatást. James ügynöke autogram osztást szervezett a helyszíni Mario Nekközösségi Színház. Az óra James érkezésének pillanatával kezd ketyegni, igyekez azonban a James rajongói nem válnak örökké. Jó. James most akkor elment. Holly az. James Simnek négy... Na, tehát megkezdődött az autogram osztás. James
nek ugye 4 óra áll rendelkezésre, hogy minél több autogramot adja. Még az is lehet, hogy az aláírás megkapóbb rajongók elköltenek némi pénzt odabent, ami befolyik Mario Net közösségi színház kasszájába. Persze csak, ha James kellően szimpatikus volt nekik, próbálj érkezési sorrendben osztogatni az aláírásodat, vagy a rajongók frusztráltan válnak és üres kézzel távoznak. Jó, azt majd meglátjuk. Na nézzük csak! Ugye nekünk föl kéne itt fejleszteni ezeket a dolgokat, a karizmát, Saránál. Ez így van. Mondjuk most azon gondolkodok, hogy vegyek egy új ingatlant, mert ebben a házban nem fognak elférni négyen, ha jön a baba. Az biztos. Vagyis hát, hogyha jön a baba, addig még elférnek, mert ugye a babát azt be tudom trakni egy kis bölcsőbe. De. Hát ja. Nettes lesz ez így. Nagyon-nagyon nettes lesz. De majd meglátjuk, hogy mi merre hány méter. James az most úgyis autogramokat osztogat. Ez tök jó. Galériában nem látogatunk el. Saránnak kifejeztük a karizmáját, meg minden egyebet. És, opa. Remélem, hogy ez nem látszódik a felvételben, amit én most látok. Remélem, hogy ezt ti nem látjátok. Jó. Ha látjátok, akkor az gyakorlatilag úgy arról szól, hogy ugye be van kapcsolva ugye a tévé, és ugye én most a tévén keresztül számítok, vagy ilyen gépezek, és úgy játszok. Tehát ugye a tévénél úgy érzékeli, hogy mint hogyha nem használnám, és ezért ugye mindig, és ezért felugrott egy most egy ablak, és ugye megkérdezte, hogy... Tehát, hogy nyomjak le egy gombot, hogy okézzem le, hogy én még mindig itt vagyok a tévénél, mert hogyha én nem, akkor meg kikapcsolja magát, és akkor fölösleges, hogy nem fogyaszt áramot, és az tök jó. Na. Holikám! Egyél egy őszi salátát, szerintem. Ha már itt tartunk. Húha, eléggé érdekes lesz ez így. Így játszani, hogy közben már három szimet kell egyszerűen állítani, és majd lesz egy negyedik is, akit meg irányítani kell. Lejárt az idő a közönség találkozónak vége. Köszönjük James Marionnek közösségi színház forgalma érezhetően fellendült. Mostanában keresetett 20... Keresedett 10 autogram kiosztása, 1000 szimelon, két rajongó lépte át a Marionnet közösségi színház küszöbét, 600 szimelon, tehát összesen 1600. Jó. Na ennek örömére... James, te ne gyere onnan haza. Hanem menj el ide vécézni. Gyere ide, oké. Egy pillanatig stop. Gyere ide egyet, használd ezt. Tehát a gyönyörűséges dolgot. Nem én voltam. És akkor ide ellátogatunk, az is időt nyerek, spórolok. És akkor elvileg most már tudok itt koncertet adni. Ez így van. Jó, menjünk akkor. Jön a baba! Uh-oh. Jaj. Stop. Azt kinyomjuk. Tehát. Jön a baba, gondoskodj róla, hogy Holly otthon vagy kórházban tartózkodjon a nagypiratban, hogy biztonságban és kényelemben hozhassa világra a gyermekét. Vidd kórházba, de nagyon gyorsan. Úgy szépen, menjetek szépen kórházba, amíg James itt ad egy koncertet. Na. Hát srácok, lányok.
Jön a baba. Úgyhogy itt most be kell vásárolnunk. Sok mindent kell bevásárolni. Falatka etetőszék. Erre szükség van. Első lépés biliszék. Arra is szükség van. Hát nem fogunk elférni ebbe a lakásba. Az már hód biztos. Most se férünk el. Az a probléma. Úgy, Billy. Kölyök konténer. Csemete csitító bölcső. Energia 4. Energia 4. Ugye most az a kérdés, hogy... Igazából rohadt mindegy, mert a piros az olyan szinten fiús is, meg lányos is. Ó, bajnyek, akkora bölcső! Jó. Sajnos egy gyerek igen helyet igényel. Egy új baba az mindig helyet igényel. Úgyhogy ezt szépen ide berakjuk. Ez bízok benne, hogy minden elfér. Hogy? Már nem csak ezt nem tudom ide berakni. És ott meg elférnek egy... Elférnek mellette, gondolom én. És hát bízok benne. Hoppá, nem. Elférnek, jó. El fognak ott férni. Jó van, hát én fölkészültem a csecsemőre, hogy érkezzen erőteljesen. Jaj, nekem. Jaj, nekem. Jaj, James. Mibe keveredtünk mi. Majd itt is adjunk egy koncertet, kérlek. Mi? Legyen az anyával. Igen, jó, oké, királyság. Tehát pont ezzel gondolkodtam, hogy James olyan most lenyomja az egész koncertet. Egy óra múlva itt lesz az autó húli munkahelyéről, hogy elvigye dolgozni. Hát az biztos, hogy nem. Jó, van, mind a ketten most ott vannak bent. Sőt, most van mind a hárman. Na, erre kíváncsi vagyok. Vajon milyen csemete lesz ebből? Na, hoppá! Gratulálunk a kisfiú születéséhez! Ja, Istenem! Na szóval, Holly terhessége remekül alakult. A kismama és a baba egyaránt gond nélkül átvészelték a csöpség veleszületett jellemvonása bátor. Ám a második személyiségjegyét te választottad ki neki. Mi legyen a porongy neve? Jaj, Istenem, Istenem, mi legyen a porongy neve? Tudjátok mit? Stelli. Legyen az apa után. Ő is James lesz. Apa. Az apa nevét kapja. James Telly. Ifjabb James Telly. A második. Zwei. Na. Jelenlegi jellemvonások a bátor. A bátor szímek nem ismernek félelmet. Tüzet oltanak, betörőket fognak el, és azon munkálkodnak, hogy megvédjék a környezetükben élőket. Az úgy fantasztik. Maybe fantastic. Na! Hát igazából most sokat nem tudunk választani. Magányos farkas. Természetgyűlölő, természetbolond. Jó. Mi az, hogy jó? A jó színek mindent megtesznek azért, hogy segítsenek rászoruló barátaikon. Családtagjaikon adakozóan bánnak pénzükkel, és gyakran gondoskodnak a környezetükben élőkről. Hát majd lehetséges. Barátságos, magányos farkas mogorva. Nem. Ti is arra gondoltok, amire én? Ebből a fiúból élsportoló lesz! Szimedet további jellemvonásokkal is felruházhatod. Biztosan elégedett vagy jelenlegi kiválasztással? Visszalépés, mert ugye ezt még fel kell pakolnom oda. És akkor most!
Egy csomagra való boldogság ékezett a házhoz. Kisbaba született, szeretné továbbiakat megtudni a csecsemőkről? Negatív. Nem akarok további információkat megtudni a csecsemőről. Majd szépen lassan majd megtudunk mindent. Babuci! A kicsi James! He? Megállni! James? Alto? Komolyan? Az anyja nevét kapta meg! Hey! 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 Ah, jó. Ennek örömére együnk valamit. Hát lehet ebből házasság lesz. Erőteljes házasság. Hát igen. Na jó, akkor szép lassan haladunk, akkor szépen tovább itt a történetben. Pici babuci. Kicsi kis Jamesy. Hát jó, végig James Telly az apja. Jó, feküdjél, aludj. Megérdemled a pihenést. És ugye, mint mondottam, a gyereket, amikor a kis csecsemő alszik, akkor az anyának is aludnia kell vele együtt. Úgyni. Hát nem biztos, hogy én fel fogok mondani. Rockstar vagyok, igazából akkor adok koncertet, amikor akarok. Úgyhogy ennyi. A nagy történet. Úgyhogy lehet az lesz, hogy most szépen kajál egyet James. És ad egy koncertet. Ennek örömére. Sziasztok srácok, ez itt egy ingyenes koncert. Tudjátok, hogy miért? Mert megszületett James fiam! Kis aranyos. Jihi, yippie-yay. Na! Nem. Gyakoroljuk mi a beszédkészséget. Aztán majd el, aztán majd itt majd itt el kell döntenem itt sok mindent. Mert közben... Tehát összefoglalva. Tehát James meg Holly azt szerintem nem fognak sok... Hát jó, James az sokáig fog élni, mert ő teljesítette az élet célját. Holly az nem fog. Az tény. Tehát ő szerintem ilyen 80 napos lesz maximum, vagy ilyen 90. De James az meg fog élni a 100-at, 105 körülbelül. Tehát ő sokáig fogja bírni. Erőteljesen. Sanának meg közben majd kell keresnem egy férjet, mert őnek is kéne alakítani egy családot. De akkor már biztos, hogy nem fognak itt elférni ebben az egészben, tehát most el kell döntenem majd a következő részre, vagy hát már így meg kéne majd fogalmazódni így a fejembe, hogy tovább bővítem ezt a házat, és akkor generációs ház lesz ez. Család, igen. Mondjuk tudnám ezt bővíteni, hiszen rohadt nagy telek. És pénz is van, 42 ezer, sőt majd 43 ezer Simeleonon van, tehát még egy ugyanekkora házat simán fel tudok ide húzni. És lehet, hogy fel is fogok tudni húzni. És lehet, hogy fel is fogok húzni. De ezt majd meglátjuk. Na mindegy, ez majd a következő részekre fog maradni, az hód biztos. Röviden tömören, én köszöntöm szépen mindenkinek, aki itt volt, és végignézte ezt a sorozatot, illetve ezt a részt is. Ne aggódjatok, lesz még rész. Dögivel szerintem rengeteg rész lesz. És ha volt valami ominózus pillanat, mondjuk volt, szerintem ebben a részben. Tehát, hogyha volt valami ominózus pillanat, ami tetszett nektek ebben az epizódban a részben, akkor kérlek szépen írjátok meg kommentbe, írjátok meg, hogy mikor volt az ominózus pillanat, hányadik percnél volt, és akkor én ezt könnyűben ki tudom majd szedni, és majd a best of-ban majd meg tudom nektek mutatni. Na de egyszerűen a kis száz a végén köszöntöm szépen mindenkinek, ez volt a Sims 3, abban is a Rock and Roll nevezetű sorozatomnak egy következő rész epizódja, akinek meg kifejezést tetszik a legjobban. Folytatom nem sokára, legyetek jók, nyitok sok vizet. Vigyázzatok magatokra és egymásra. Sziasztok!